Bár még az izzasztó meleg napok idejét éljük, Tolnán már most zajlik az adventi programsorozat előkészítése. A helyi kulturális központ munkatársai gőzerővel dolgoznak azon, hogy emlékezetessé tegyék az év egyik legszebb időszakát. A jelenlegi koncepció szerint a rendezvények főhelyszíne idén a Lovarda területén lesz. Intézményvezető asszony 2 millió forintot kért, és ezt az önkormányzat támogatta. Viszont megfogalmazódott az a cél, hogy a jövőben törekedjünk arra, hogy a Városháza előtti Hősök terén kerüljön megrendezésre ez a program. Ennek jelen pillanatban az infrastruktúrális feltételei nincsenek meg, illetve nagyon-nagyon sokba kerülnek. Úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy ez a programsorozat teljes egészében a Lovardában kerül megrendezésre, és egyhangon szavazott a képviselőtestület, hogy a kért 2 millió forintot erre az önkormányzat biztosítani fogja. A kultúrával kapcsolatos döntéseknél maradva érdemes azt is megemlíteni, hogy a képviselők most úgy határoztak, plusz forrást biztosítanak a Mözsi szabadtéri színpad felújításához. Plusz olyan 740-750 ezer forintot biztosítunk a korábbi 600-hoz képest, tehát egy olyan bő 1,5 millió forint lesz az, ami a színpad felújításához szükséges. De hát ez ugye fából van ez a színpad épület, és egyre rosszabb állapotba kerül, úgyhogy szükséges haladéktalanul ennek a felújítására. És a Tolnai Kulturális Központ az az egyetlen olyan intézmény, ahol eddig nem történt béremelés, igazgatóasszony ezt kérte. Korábban ugye létrejött egy munkacsoport itt az önkormányzaton belül, ami javaslatot tett arra, hogy a szervezeti és működési szabályzatot módosítsuk, és most arról született döntés, hogyha ez a szervezeti és működési szabályzat elfogadásra kerül a képviselőtestület által, akkor onnantól visszamenőleg január 1-től a dolgozóknak a 15%-os béremelést biztosítani fogja az önkormányzat. A Tolnai Idősek Otthonával kapcsolatban jó hír, hogy úgy tűnik célegyenesben van az a folyamat, aminek eredményeként a szolgáltatások minősége jelentősen javulhat az intézményben. Ráadásul mindezt úgy sikerül elérni, hogy az önkormányzatnak a korábbinál jóval kisebb hozzájárulást kell mindezért fizetnie. Nem fog senki kikerülni se ellátottként, se dolgozóként a Tolnai Idősek Otthonából. Ugye talán már ismert a nézők számára is, hiszen több helyen elmondtam már én magam is, és az újságban is megjelent a médiában, hogy kiléptünk a Szekszárddal közös társulásból, és új vizekre elvezünk, úgymond. Nagyon, nagyon magas az a hozzájárulási összeg, amit évről évre hozzá kell tennünk, és az idei évben egy rémisztően magas hozzájárulást kell fizetnünk. Úgyhogy kerestünk más megoldást, és nyitott kapukat találtunk a Máltai Szeretetszolgálatnál, felvettük velük a kapcsolatot, és számunkra egy nagyon, nagyon szimpatikus ellátási forma fogott megvalósulni. Nyilván az épület adott, és az idősek adottak, és a jogszabályok is adottak. De én azt gondolom, hogy talán több lélek van egy ilyen szeretett szolgálatban, mint egy sima intézményben. És azok a vezetők, akik itt voltak, azok talán egy kicsit nagyobb szívvel fordulnak az idős ellátáshoz, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Tehát átadjuk január 1-től, arról döntöttünk most a Máltai Szeretett Szolgálatnak a Tolnai Idősek Otthonát. Kértük, hogy ne emeljenek térítési díjat, hogy a jövőben is itt a településen élőket lássák el elsősorban, tehát hogy ne máshonnan hozzanak ide ellátottakat, és hogy az ott dolgozók is maradhassanak, illetve legalább ugyanazzal a bérrel, ami most van, de akár annál magasabbal is kerüljenek átvételre. Én remélem, hogy ezek a tárgyalások jó irányba mennek továbbra is, és nagyon bízom abban, hogy zökkenőmentes lesz az átállás, és talán az a legfontosabb, hogy az ott élők ebből az égvilágon semmit ne érezzenek, csak azzal, hogy esetleg később még a mostani ellátásnál is jobb színvonalú lesz az.
A következő években közel 4,5 milliárd forintot költhet a város helyi fejlesztésekre. A pénz helye már most megvan, rengeteg ugyanis a terv. Az ezekhez szükséges előkészítő munka pedig folyamatosan zajlik a hivatalban. A szakemberek napról napra azon vannak, hogy az utolsó fillérig minden a helyiek érdekeit és igényeit szolgálja majd. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok a projektek, amiket mi megfogalmazunk és jól előkészítünk, azok nyertes projektek lesznek. Némi változás a korábbiakhoz képest, és most tényleg talán nem is tudom fejből elsorolni, hogy mik azok a, hogy mi az a számtalan projekt ötlet, ami a fejünkben van. Nyilván az energetikai korszerűsítések, csapadékvízelvezetés, útépítés, iparterület fejlesztés, Dunapart további fejlesztése, városközpont, illetve a város főközlekedési útja melletti buszmegállók és azok környezetének a fejlesztése. Nyilván a sportcsarnokokat, sportlétesítményeket is szeretnénk még mind a mellett felújítani. Tehát vannak ötleteink, és most gyakorlatilag arról született döntés, hogy beadjuk ezeket a pályázatokat, úgynevezett vázlattervet és projektkoncepciót állítunk össze, amit majd a képviselőtestület el fog fogadni a pályázat benyújtása előtt, és szerződést kötünk bizonyos szervezetekkel, akik majd kiválasztásra kerülnek a jövőben, ezeknek a dokumentumoknak az összeállítására, hiszen itt egy nagyon komoly dokumentáció szükséges, és nagyon komoly előkészítés szükséges. Tehát az, hogy egy könyvtárat el szeretnék költöztetni egy épületbe, ez egy ötlet, és ez egy kezdő ötlet, de az, hogy ez akár csak megkezdődjön a kivitelezés, az még nagyon-nagyon-nagyon sok munka. Nyilván ezekre szakértőket fogunk kiválasztani. Ezekről született most döntés. A tervek között szerepel az is, hogy a családsegítő központ a mostaninál tágasabb helyre kerüljön, valamint a régi könyvtár épületét ismét élettel töltenék meg a városvezetői. Két teljesen új projektként került be az a családsegítő központnak az átköltöztetése egy új épületbe, méghozzá a templom mögötti volt iskola épületbe, ami jelen pillanatban ugye az iskola onnan átköltözött egy másikba, és majdhogy nem üresen áll. És a mostani családsegítő központ Bajcsinszky utcában elég szűkösen, tehát tényleg nagyon, nagyon kis helyen dolgoznak, gyakorlatilag egy családi házban dolgoznak ott mondjuk 20-an, és ez nagyon pici, és ezt szeretnénk egy kicsit bővíteni, tehát őket és esetleg a hozzájuk kapcsolódó, vagy a hasonló tevékenységet végző alapítványokkal, egyesületekkel közösen, tehát ők kaphatnának akár egy önálló helyet, vagy legalábbis ilyen ruhaosztásra és ételosztásra lenne zárt terület. Tehát azt az épületet gondoltuk, és voltak próbálkozások, hogy a régi művelődési házat a könyvtárral együtt értékesítjük, de nem volt jelentkező, egyáltalán egy se. És tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy a kultúra, a közművelődés az a volt laktanyába most egy viszonylag tartós ideig még ott lesz, hiszen nincs más lehetőségünk, viszont nagyon hiányzik az, hogy akár a tudástár, tehát a Magház épületéből lévő kétszint helyekre is szükség volna, illetve szükség volna arra a kis épületre, ami hajdanán tiszti lóistáló volt, aztán most pedig a könyvek raktára. És egyébként a könyvek sincsenek ott jó helyen, mert nem tudjuk azt a hőfokot biztosítani, hogy ne romoljon az állaguk. Tehát ki kéne költöztetni a könyvtárat onnan. Most azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a régi könyvtárat, ami egyébként könyvtárnak épült, a régi könyvtárat újítsuk föl, és a könyvtárat és a könyvtári tevékenységet hozzuk vissza a városközpontba. Egyre közelebb a pillanat, amikor a tolnai gyerekek használatba vehetik a tavaly átadott új városi bölcsödét. Az ehhez szükséges döntések hónapról hónapra születnek a testületi ülések alkalmával. Július 1-től van igazgatója az intézménynek, és szeptember elején, tehát az 1-je az pont péntek, tehát nem pénteken, hanem a következő hétfőn fog nyílni a bölcsöde. Most arról döntöttünk, hogy a térítési díjat napi 1500 forintban a
a gondozási térítési díjat napi 1500 forintban, az étkezését pedig 601 néhány forintban állapítottuk meg, ez napi 4 étkezés biztosításáról szól. És arról is döntöttünk, hogyha valakinek beteg a gyermeke, és erről igazolást hoz, akkor a gondozási díjnak a felét, illetve hát az étkezést azt nyilvánvalóan egyáltalán nem kell megfizetnie. Hát én nagyon-nagyon bízom abban, hogy minél előbb gyerekzsivajjal fog megtelni a Bartók Béla utcának a másik része is, mert azért ez egy nagy óvoda mellett lévő kis bölcsöde. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várják a szülők is, az új intézményvezető asszony is nagyon optimista, és én nagyon bízom abban, hogy olyan kollégákat sikerül találnia, akik tényleg szívvel, lélekkel fognak a gyerkőceinkről ott gondoskodni, és valamennyi szülő biztonságban tudja majd az ő gyermekét a Tolnavárosi bölcsödében. Munka tehát nyáron is bőven akad a Városházán, a képviselők várhatóan a hónap végén üléseznek legközelebb.